tusát fürdön, szavamra mondom, nem volt a szokás a nyaralás. Esküszöm, ha tőlem függ, de nem mentem volna én oda talán sosem. Végtelenbe hulló nap lementék, ma minden csak emlék. Engem az bánt, hogy nem próbál senki évődni velem. Csak nem teszel szemrehányást nekem, hogy anyához illő körültekintéssel is szigorral gardíroztalak. Gardíroztál? Úgy őriztél, hogy széles ívben elkerült minden jobb képű fiatalember. Kislányom, csak hírből ismerem a szerelmet, mert engem még sohasem szerettek. Anyuka, anyuka, én olyan boldogtalan vagyok, rajtam a fiúk mindig nevetnek, azt mondják, túl naívnak neveltek. Anyuka, anyuka, én ebbe belehalok. Kislányom, hidd el, hogy abba soha nem halt bele senki, ha őt egy férfi nem látta meg. Ellenben néhányat ismerek, aki már az első randevúról sírva jött vissza, hogy tévedett. Engem ne féltsen, édes anyuskám, elvégre nem vagyok egy olyan lány. Anyuka, anyuka, fogadj szót, kis angyalkám. Sajnos, hogy így nevel fel a jó anyám. De jó megint itt van lenni. Ismét a kedves otthonba. Úristen, a nagysága! Róda, neked ilyenkor a konyhában a helyed. Igen, hát semmi, csak takarítok, törögetem a port. Ilyenkor törögetsz? Na hát, szép kis vircsak lehetett, amíg távol voltak. És miért maradt a tiszta kötény? Vagy otthon... És mit szorongatsz úgy a kezedbe? A tanár úr adta az imént, hogy vigyem a postára. Na, ide vele. De szerint nekem szól. Igen. A nagyságának. Már alig vártuk, hogy megtessenek jönni. Nagyon fog örülni a tanár úr. Papa, hol van? Átment a lövöldébe. Mit keres ilyenkor a lövöldében? Egy tanár este javítsa a dolgozatokat, és ne lőjön mozgó tojásokra. Drága egyetlen borbálám, egész nap ki sem mozdulok a lakásból, látom. Na, Erich, hozd be a csomagokat a kocsiról. Igen. Kimondhatatlanul vágyódom utánatok, mégis azt kell kérjem, hogy még egy kis ideig maradjatok, mert a lánynak szabadságot adtam. De hát Róza itt van. Szegény Rózát ugyanis családi gyász érte. Egyetlen tantia meghalt, és természetesen megengedtem, hogy elutazzon a temetés. Pilha! Miért? Róza! Miért? Mi történt? A te tántikád halt meg? Mi? Nekem nincs is tántikám. Ennek a levélnek minden szava hazugság. Aljas, szemenszedett hazugság! Ja, most jut eszembe. Azt tetted kérdezni, hogy van-e tántikám ennek? Téma be van fejezve. Igen. Hogy csak mondja neki éppen, hát ó, a feleség. Édes Borbálá, drága. Kezit csókolom, papa! Nem is tudjátok, mennyire hiányoztatok nekem. Körülbelül tudjuk. Épp most írtam egy levelet, hogy már gyertek haza, hogy alig várom. Mit papálódszol? Semmi, csak törölgetem a port. Ezt írtad nekünk, Márta? Ezt szóra ezt. Na, itt a levelet. Róza ide adta nekem. Csak nem képzeled. Én nem képzelek semmit. De annyit mondhatok, hogy egyszer utaztam életemben Tusnádra, de többet soha. Hát ez ki. Egy régi ismerős, szép Helénka. Férjem íróasztalán egy pucér nő fényki. Ezt kellett megérned? Tanár úr! Eddig minden a legnagyobb rendben. És látom, megérkezett a ház úrnője is, és nő fényképében gyönyörködik. Márton, kérlek, ki ez az ember? Hogy én? Engedd meg, hogy bemutassam a kerületi tanfelügyelőt.